Ebben a videóban megpróbálok nektek segíteni, hogy egy átlagos noobból hogyan legyetek egy jó Fortnite playerek. És akár 10-szer gyorsabban is fejlődhetsz, ha órákon keresztül gyakorolsz. Először is felejtsétek el a rossz sensitivity-ket és a rossz bindeket. Én azt ajánlom, hogy erre a kettőre rakjatok bindokat, ezekre pedig a maradék kettőt rakjátok. Természetesen nem kell ezeket a bindeket használni, de sokat segíthetnek. Itt vannak a legjobb edit bindok, ezeket használjátok. Azért ezek a legjobbak, mert ezeket a mutatóujjatokkal le tudjátok nyomni. Ha a bindjeit kényelmesek, akkor ne váltj ezekre. Sensitivity-nél figyeljetek arra, hogy ne legyen túl magas és túl alacsony se. Én azt preferálom, hogy rakjátok 7.2-re, mivel ez nekem eddig bevált. A két legfontosabb mechanika a crosshair placement és az aim. Ha ezeket begyakoroljátok, akkor minden fightotokat biztosan meg fogtok nyerni. Én értem, hogy jól akarsz editelni és buildelni, de akkor is ez a két mechanika a legfontosabb a játékba. Változást akkor fogtok elérni, ha naponta 5 percet csináljátok ezeket. Amikor mész végig ezeken az akadályokon, akkor figyelj arra, hogy ne kapkodj, mert itt nem a kapkodás a lényeg, hanem az, hogy minél pontosabb legyél. Jegyezd meg, hogy ez nem egy edit course. Az aimet nagyon nehéz fejleszteni. Ha nagyobb változást akarsz, akkor csökkentsd a sensitivity-det. Mert nagyon sokat segíthet. Ha gyorsan akarsz editelni, akkor használd az editor release-t, bár ezzel vannak is kétségeim. Ha az input delay-et akarod csökkenteni, akkor a replay-eket kapcsold ki. Erre mapra gyertek fel, és így gyakoráltok napi 10 percet.